Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásban két vendéget is hívtam, Pázsit Marian és Pap Alexandra, szeretettel köszöntelek benneteket. Sziasztok! Szia, szia, köszönjük szépen a meghívást! Az arcotokat mindenki ismeri, már a könyvtárból, azt gondolom, az elmúlt időszakokból. Mariannát különösen, hiszen többször volt már itt vendég a stúdióban is, és hát talán nem tudom, hogy mennyire látszik, de van egy kis pocakja, és nem csak meghízott, hanem kisbabát vár, úgyhogy hamarosan átadja a stafétát Alexandrának, azért ültök most itt a stúdióban, úgyhogy az elmúlt időszakról beszélgessünk kicsit, meg majd a következő időszakra, hogy milyen tervek vannak, milyen ötleteitek vannak, mert valahogy azért még mindig összefonódik a te történeted a jövővel is, mert azért együtt készültök ti erre a váltásra. Először azért hozzád fordulok, mert mióta is vagy te itt a könyvtárnál már vezető? 2019. január 1 óta, amióta azt is tartja. A Flash Nonprofit Kft.-hez tartozik a könyvtár, mint különálló divízió. Úgyhogy most már ez a negyedik éve. És nagyon sok minden történt a könyvtári életében ezen az idő alatt. Ami szerintem sokunknak feltűnt, az a fiatalítás, fiatalodás, fiatalosítás, tehát hogy egy kicsit ilyen lendületet vett a könyvtárnak az élete. Neked köszönhetően, vagy nektek köszönhetően, a csapatnak köszönhetően, nyilván, mert azért e mögött vagytok többen is, de azért a te vezetésed alatt történt mindez. Hogy látod ezt a közel 4 évet? Hát ha egy szóval kéne jellemezni, nem akkor kell. Azt mondanám, hogy többel is lehet. Hogy mozgalmas volt, és emögött ugye nagyon sokféle kihívásunk volt az elmúlt időszakban, években. Először is volt egy energetikai felújítás, ami egy elképesztően jó dolog és egy hatalmas innováció volt. Aztán sajnos jött a COVID-helyzet, de szerencsére a csapatnak, ahogy említetted is, a csapatmunkának hála, megoldottuk azt is, és szerencsésen átvészeltük. Aztán jött még egy felújítás, ahol szintén nagyon nagy jelentősége volt a csapatmunkának, hiszen amikor együtt hordunk le 80 ezer kötet könyvet, vagy visszük föl a polcokat, akkor azt gondolom, hogy az kovácsolja igazán össze a csapatot, és ez a kulcsa szerintem annak, hogy ilyen dinamikusan tudunk működni. A fiatalon azért tényleg nagyon sok mindenbe így belecsöppentél a történet kapcsán. A felújítások is nyilván nagyon komoly munkát adtak számotokra, főleg számodra, hiszen azért ezeket végigvezényelni, hogy milyen legyen, hogy legyen, hogy jöjjenek a munkások, mit csináljanak, ugye azért ott ütemileg is minden passzoljon a ti munkátokkal együtt, mert nyilván a ti munkátok nem állt meg attól, hogy a könyvtár bezárt, és a látogatókat nem fogadtátok, de attól ott még tudósítottatok bennünket róla, mert szinte ugye heti szinten lehetett látni, hogy mi történik a könyvtárban, mert ez is egy ilyen újdonság volt, hogy mindig lehetett, na most ezt a polcot ide raktuk, na most azt feltöltöttük, na most ez megújult, tehát ez például nagyon jó volt azoknak, akik szeretünk könyvtárba járni, hogy na hát akkor ez most így lehet, hogy kölcsönözni nem tudok, de hát azért tudtunk, de nem úgy, ahogy eddig, hogy akkor most ez történt, az történt. Tehát hogy nagyon-nagyon tartottátok ti a kapcsolatot az olvasókkal. Abszolút tudatosan működött ez a fajta kommunikáció. Ugye a social médiában, Facebookon, Instagramon, illetve a Mosonvár megyének hála minden hónapban, illetve amikor megjelent, mindig volt egy oldalunk, tehát így tudtuk tartani a kapcsolatot, úgymond az olvasókkal, használókkal, akkor is, amikor nem tudtunk személyesen találkozni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon pozitív dolog volt. És akkor jött a COVID. Ugye ez mindenkinek nagyon nagy kihívás volt, mindenkinek nagyon új feladatokat, új félelmeket hozott. Épp itt az előbb beszélgettünk valakivel, hogy tényleg itt a COVID-járvány elején, most már, hogy annyira benne vagyunk ebbe a COVID-ba, hogy már se tudjuk, hogy 8., 9., 10., 100., hanyadik hullámnál tartunk, és nyilván velünk együtt él, tehát védekezünk, meg csináljuk a dolgokat, ahogy kell. De azért az a legelején, amikor így mindenki nagyon kőkeményen bele csöppent, azért az, hogy eljutottunk idáig, és onnan, azért ott nagyon-nagyon komoly feladatok voltak, meg logisztika volt, meg újdonság, meg sok félelem, amit szintén azért oldottatok rendesen nekünk, szerencsére. Hát igen, az egy óriási kihívás volt. Most már, ugye akkor ez egy olyan erővel hatott mindenkire, és olyan hívásokat gördített, hogy akkor azt most meg kell oldani. És akkor még mondjuk furcsa volt, hogy kezet kell fertőtleníteni, most ugye a mindennapjaink részévé vált, most ez vagy sajnos, vagy nem, igyekeztünk mindenképp a körülményekhez igazodni.
Meg hát ugye vágytunk arra, hogy legyen könyvtár, mert egy jó darabig azért ott a március 15-től hát rendesen be is igen. voltunk zárva a saját hát az volt a legnehezebb időszak, igen. És igen. akkor azért erre kellett a megoldás, és nagyon szépen meg is jött ez a megoldás, hogy ugye lehoztátok a könyveket, lefertőtlenítettek, karanténba voltak a könyvek. Igen, igen, az online kölcsönzés az egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és az olvasók is tényleg hálásak voltak érte. Aztán amikor jött ugye az újabb lezárás, akkor ezt már úgymond egy rutinosabban tapasztalatokkal telve tudtuk. Tehát akkor már egyik napra a másikra, akkor tudtuk, hogy akkor bevezettük ezt a szolgáltatást. Amúgy, hogyha erre 4 évre így visszatekintesz, akkor mi volt az, amire így azt mondod, hogy megcsináltad, Marian? Hát igazából a csapat csinálta meg, tehát ez egy igazi csapatmunka volt. Hát a felújítások, azt gondolom, azok nagyon látványosak. Mind az energetikai, de főleg amikor az emeleti megújulást, hogyha azt nézzük, akkor ugye a polcok és a padló az abszolút látványos, és erre, tehát hogy ha visszanézik esetleg a nézők is a képeket, akár a Facebook oldalon, de mi is néha vissza szoktuk nézni, igen. és akkor így csodálkozunk, hogy ezt hogy csináltuk meg, tehát hogy elképesztő. Nyilván kaptunk a Flash központtól is segítséget, nagyon sokszor a pakolásban, mert az úgy nem ment volna, de mert főleg nők vagytok azért az igen, egy kívül. Igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy a csapatmunk, és ezeket, hogy sikerült ezeket így véghez vinni. És akkor azt mondtad, hogy jó, akkor ezek ki vannak pipálva, akkor jöhet a gyerek. Hát igen. Péter engedélyével. Igen. És ugye többször említetted a csapatmunkát, tehát Alexandrával azért már régóta dolgoztok igen. együtt. Most akkor te leszel az utód. Téged egy kicsit megismerhetünk-e? Még fiatalabb, mint Marianna. Így van, hát Mariannával azért elég sok közös projekt kötött minket amúgy is össze a munkánk során, mert hogy én alapvetően a könyvtári feladataim mellett a különböző könyvtári rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók megszervezéséért voltam felelős, és Mariannával ezt gyakorlatilag közösen vittük. Úgyhogy amúgy is megvolt egy nagyon jó összhang, meg nagyon gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni. Én 2018 óta dolgozom a könyvtárban, és igen, ahogy említettem, a könyvtári feladataim mellett alapvetően ezek voltak, ami egy kicsit így extra, és amit alapvetően szoktam végezni. Ezt ezután is fogom csinálni. Egy másik kolléganőt is igyekszem majd bevonni ebbe, és akkor hasonlóan, ahogy Mariannával együtt vittük a rendezvényeket, ezt most is így tervezzük majd a jövőben. Az jutott eszembe, hogy így néztelek, és mondtad, és én nagyon tudatosan és nagyon készülve erre a feladatra, hogy egyáltalán mi a csuda visz rá egy fiatal lányt, egy fiatal hölgyet, jó, most már ugye évek óta benne vagy ebben nyilván, de amikor így elkezdted, hogy annyira a digitális világ fele megyünk, annyira, és hogy nyilván, hogy az olvasás szeretete, meg a minden, és hogy elmenjen a könyvtárosnak, tehát hogy így... Hát ez egy jó kérdés. Ez egy hogy kerültél te ide? Izgalmas kérdés egyébként. Hát én alapvetően magyar szakos bölcsészként végeztem az egyetemen, és egy ilyen szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy amikor végeztem 2018-ban a mesterképzéssel, akkor láttam, hogy van lehetőség jelentkezni a könyvtárba, és ezt meg is tettem, mert hogy én már előtte is látogattam a könyvtárat olvasóként, és mindig egy olyan légkör volt, ahova szívesen tértem be, nem csak a tanulás, illetve a rendkívül friss és napra kész szakirodalom beszerzése miatt, hanem már akkor is láttam, hogy a csapat az rendkívül jó, rendkívül kreatív módon tudnak reagálni helyzetekre, és egy olyan hely volt, ahova szívesen tértem be. És azt gondoltam, hogy megpróbálom, és hát szerencsére sikerült, és így kerültem a könyvtárba, ahol aztán később egy segédkönyvtáros képzést végeztem el, így a könyvtár szakmának a csínyát, bínyát is el tudtam sajátítani valamelyest. És akkor most pedig itt vagyok már több mint 4 éve, úgyhogy
De milyen jó ugye, hogy ez a fiatalos, mert mindig arról beszélgettünk, amikor így könyvajánlóról, meg a fiatalokról beszélgettünk, hogy mennyire meg kell fogni a fiatalokat az olvasáshoz, ja. hogy mennyire működjenek a dolgok, hogy ne csak a kütyük világába ragadjanak be, hogy most itt vagytok ti, tök jó példák arra, hogy igen, hogy fiatalos lendülettel lehet ezt működtetni, és hogy egyre jobban, de meg egyre több olvasót bevonzani, és hogy ez működik. Tehát azt gondolom, hogy azért ti erre jó példák vagytok, hogy ez működik. Abszolút. Valóban ez tényleg nehéz megfogni a fiatalokat, de igyekszünk mindenféle eszközökkel, meg úgy minden célcsoportot, tehát a többi látogatót is, de valóban a fiatalokat az olvasás felé terelni, az egy olyan kihívás a könyvtárs társadalomnak. Ja, nyugdíjan sok jönni fognak. A 40-es, 50-esek jönni fognak, mert ők már ehhez szoktak hozzá. De nektek is végetek van, hogyha a 10-éveseket nem hozzátok be, mert ugye 15 év múlva ki fog jönni akkor senki, hogyha igen, igen. Ott mindig van egy szakadék, ugye a gyerekkönyvtár az egy jó bázis. Igen. Mert hogyha van olyan szülő, aki szívesen eljön, és most a gyerekkönyvtárunk úgy tűnik, hogy nagyon népszerű. Abszolút, igen. Mert hogy igyekeztünk játszósarkot berendezni, tehát sok játék is van, lehet rajzolni, és a legkisebbeknek is vannak könyvek, ezek a lapozók, és sok szülő jár oda szívesen. Ott az mindig egy bázis, és akkor ugye ott, amikor az iskolába bekerülés, vagy a kamaszkor, ott van egy választás, amikor ott elveszíthetünk olvasókat. De ez általában jellemző, úgyhogy igyekszünk őket is megszólítani. Tervek? Te meddig maradsz? Tervek szerint? Még egy kicsit? Én szeptember hónap végéig vagyok, és akkor utána a Szandra veszi át a stafétát, úgymond. Igyekeztem mindent átadni, amit csak lehetséges, hogy ne legyenek nehézségek, akár az adminisztráció területén, vagy beszámolók, statisztika, amik a jövő évre ezek vonatkoznak. Ezek a unalmasabb részei a történetek. Igen, ezek nem valami izgalmas dolgok, de sajnos kötelezőek, vagy hát a velejárója a munkának. A többi pedig azt gondolom, hogy gördülékenyen fog menni, hiszen eddig is együtt dolgoztunk, meg hát ott vannak ott a csapat, a háttér, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így abszolút működni fog. Tervek már vannak? Hát a tervek, igyekszünk megtartani ezt a lendületet, amiről most már itt több ízben szó volt, és én is kiemelném a csapatot, tehát hogy ők egy olyan biztos hátteret nyújtanak, azt gondolom, mint szakmailag, mint tényleg a feladatok kreatív megoldásában, hogy ez biztosan nagy segítséget fog nyújtani. A jövőben is igyekszünk minél több rendezvénnyel, minél több programmal kedveskedni a látogatóknak, illetve a kedves olvasóknak, és minél szélesebb rétegeket megszólítani, hogy legyenek könyvtárba járó emberek, könyvtárhasználó emberek. Nagyon örülünk például annak is, hogy az elmúlt években két klub is elindult a könyvtárban, a Társasjáték Klub, illetve ezt megelőzően a Könyvklub, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek, és nagyon sokan csatlakoznak folyamatosan ezekhez a klubokhoz, úgyhogy azt gondolom ezeket mindenképpen ápolni kell és megtartani, és lehetőség szerint. És alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Így van. Nem így tudjuk, van. Hogy éppen mi történik. Hát igen. Az mindig igen. Feladatot ad. Mindig. Sose lehet igazán biztosra menni, vagy tervezni, mindig a körülményekhez kell alkalmazkodni. Így van. Gratulálok mind a kettőtöknek. Neked a kisbabához. Köszönöm szépen. Neked pedig az új feladat. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Hírhátér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!